Kedves barátaim, szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretnék néhány gondolatot megosztani itt veletek a főtérenre engedélyezett benzinkút kapcsán. Ez tényleg egy érdekes kérdés, hogy most lesz-e benzinkút, lehet-e benzinkút a főtéren, vagy nem. Ez itt a kérdés. Döbrögi ezzel kapcsolatban hirdetett egy nagy igazságot, kinyilatkoztatott néhány dolgot. Ezzel kapcsolatban szeretném most veletek megnézni a hatályos rendeleteket, jó? Tehát ez egy fontos rész, hogy Döbrögi megint mekkorát vert hazudni, és a benzinkút létesítésére mik a hatályos jogszabályok Nagykálló városába. Én azt gondolom, ez egy rendkívül fontos kérdés, és nyilván ez megint az ebből majd látjátok, hogy megint Döbrögi mekkorát mer hazudni. Tehát a szemetekben egyébként végülis tényleg ebbe Károly azért egy ügyes fiú volt, tehát egy ekkora némant hazug embert egyébként kitenyészteni, itt inkubátorba vigyázni a Tibikére, hogy hajszála meg ne görbüljön, és úgy rendezgetni az értést, és egy ekkora hazug embert egyébként kinevelni, azért ez teljesítmény. Tehát szerintem más ember 500 év alatt nem tudná ezt megcsinálni, hogy egy ilyen szemrebbenés nélkül, ilyen gátlástalan hazug embert kitenyészem, mint amint Károlynak sikerült itt Tibike kapcsán. De akkor most erre kérlek benneteket, hogy akkor kapcsoljátok be a biztonságjöveteket, látjátok, én is stabilan helyezkedek el. Kérem a nyaligátorokat is, hogy nagyon figyeljenek, hogyha meg akarják érteni megint, hogy hogy veri át őket a kis tejfölösszájú hazugtolvaj. Tehát remélem, akkor be van, megkapaszkodtatok, övek be vannak kapcsolva, nehogy hanyat vágódjatok. Tehát akkor nézzük már meg, hogy mit mondott Tibike, és mi a hatályos, úgy hívják Nagykállóba, ez a 39/2007-es, október 5-i önkormányzati rendelet, amit többször módosítottak, majd most fogom mindjárt mondani nektek, egy nagyon fontos módosítás volt 2018. júliusában, majd megnézzük nem sokára azt is, hogy erről, ezzel kapcsolatos jegyzőkönyv fenn van-e Nagykálló honlapján, elérhető-e, vagy nem elérhető, és példaként megnézzük mondjuk Újfehértó városát, hogy Újfehértó városában a 2018-as júliusi képviselő testületi ülési jegyzőkönyv megvan-e, elérhető-e, mert a Nagykállói az nem érhető el. Érdekes, az Újfehértói nem csak a 2018-as elérhető, még a 2008-as is, még a 10 évvel korábbi is elolvasható, és ez is egy nagyon fontos összefüggés, hogy azt hiszitek, hogy ennek nincs semmilyen szerepe és jelentősége, hogy mindent eltitkolnak, mindent zárt ülés keretébe csinálnak, semmit nem tesznek közzé, és akkor mondjuk van egy, én most is azt mondom, nyilván sokan panaszkodnak biztos Újfehértóra, de Újfehértóhoz képest Nagykálló a béka feneke alatt van. És miért? Fejlődés tekintetében. Mert ott eleve volt egy nyilvánosság, és nem engedték ott az Újfehértók úgy szétrabolni a várost, mint ahogy most is rabolják szét, ebbe a 2019. október óta is folyamatosan rabolják szét, ott pedig az egész elmúlt 20 évben nem engedték, az újfehértói képviselőtestület működése az nem a rablásról, nem a elsősorban a rablásról, hanem a város fejlesztéséről szólt, és ezért mondom, hogy majd összehasonlítjuk, mert én most is mondom, hogy ez a titkolózás, amit mondjuk a mondjuk ez, hogy ezek nincsenek közzétéve, ez megint, tehát így mondom, a vasorúbábának egy óriási bűne, tehát ne felejtsétek el, tehát hogy itt ezekben, meg majd mindjárt megmondom, hogy hogy csempészték bele a helyi építési szabályzatba, ami egy rendelet, tehát ebbe a 2039/2007-es rendeletbe hogyan csempészték be a benzinkutat, és ez az a rendelet, aminek a módosítgatásával szépen el tudják azt érni, hogy
mondjuk Pepco épülhet a város központba, elrondítva, elcsúfítva a város központot. Azért, mert ezt, és ez megint kinek, a jegyzőnek, a vasorú bábának elsősorban a bűne. Tehát azért mondom, hogy ez, hogy hogyan működik, én szeretném, hogy megértenétek, hogy hogyan teszik tönkre ezt a várost. Hogy mindenkinek megvan a mocskos bűne, ami nyilván a korrupcióból származó Júdás pénzek miatt csinálják ezt meg, és most már az lenne jó, hogy most már egyre több embernek, látom, egyre több embernek egyébként már kinyílik a szeme, de most már meg kell, hogy értsétek, hogy hogyan működik a város. Hogy miért húzott el mondjuk Újfehértó óriási mértékben Nagykálló mellett, ez, én ezt mondom, ezzel függ össze, amit most itt mindjárt be fogok mutatni, hogy hogyan történik, hogyan történnek a magánérdek szerinti város, úgymond idézőjelben vezetés. És még itt is majd mindjárt megmutatom azt, hogy Nagykállóban tényleg nem volt 2018-ig lehetőség a főtérre benzinkutat létesíteni. De 2018. július 5-én tett módosításba meg belerakták. De miért rakták? Hát ki rakta bele? Hát ki szavazta meg? Most bemutatnám nektek, hogy ki mit, hogy szólt hozzá, ha fent lenne a jegyzőkönyv. Ha elérhető lenne. Ha jegyző bűne nem lenne az, hogy folyamatosan ezt is akadályozza, hogy ti megismerjétek, hogy megismerjük a városba történő döntéseket, és nyilván ebből fakadóan merik ezt csinálni, mert ezt lehet csinálni, ezt lehet, és a lakosoknak még nem nyílt ki elég lakos zsebébe a bicska. És azért tudták 2010, Pibike, majd mindjárt felolvasom azt is, hogy miket hazudozik itt, hát ők szavazták meg, hát ez a régi új banda szavazta meg a 2018-ban, hogy lehessen benzinkút. Ez került bele. Addig nem lehetett volna, de most már lehet. És én számtalanszor javasoltam, hogy töröljük el azt a bekezdést a helyi építési szabályzatból, a helyi rendeletből. És ezek a szemétládák nem voltak hajlandóak 20 már, mert én azt mondom, körülbelül 15-20 másodperc, feltesszük a kezünket, a képviselők, és Tibike megszámolja, és akkor már ki is van belőle véve, és rendben van téve. Ezért mondom, hogy jelenleg ez most csak részsiker, ez a mi sikerünk, hogy Károly kiadta a parancsot Tibikének, hogy hirdess ki, hogy nem kell, nem lesz benzinkút. Mondjad a hülye lakosoknak, mondd ezt, Tibike, nem számít, az nem számít, hogy mindennel ellentétes dolog van a rendeletekbe, nem baj, mondd be, hát mit hülyének néztük, eddig is hülyének nézték, eddig is a lakosokat, most is, hát most teljesen mindegy, hogy most még hazudik már a 5 milliómodik hazugság mellé egy 5 milliómodik egyediket is hazudik, hát mit számít az? Hát ez különösebben nem zavarja őket. Na mindegy, csak ez egy nagyon-nagyon fontos. Hát így működik a város. Elvileg senki nem akar benzinkutat, de éppen jól írta Bodnár György, Bodnár Gyuri, hogy ő még nem találkozott kisírt szemű emberekkel, hogy milyen fájdalmuk, hogy miért nincs benzinkút a főtéren. Tehát senki nem akarja, de egyhangulag 2018-ban ez a banda, amelyik akkor is az a banda volt, mégis megszavazta. Hát miért szavazták meg? Megint már annyi ilyen két dologban megpróbálom majd rövidebbre venni, ezt már beszéltük, meg nyilván a jelzőkkel is mindig kéritek, hogy de minek nevezzem ezeket? Minek nevezzük ezeket, ezt a bandát, hogy senki nem akar benzinkutat, de ott valószínű, hogy akkor 9-en mindenki megszavazta, ha mindegyik ott volt. Paplaci is, Oroszné Nagy Matild is, Bereckiné Pápua Margit is, a jegyzőt se zavarta, Tibike is, Juhász Zoltán is, Sőrés is, Tóth Zoli is, senki nem akart benzinkutat, de mégis megszavazták, hogy lehessen benzinkút. És ilyen hülyének néznek beleteket, hogy ezt megeteti Tibike kihirdeti, és ott meg lájkolgatják, hogy hú de jó, köszönjük Tibike, köszönjük. Tibike a becsület szóra be. Hát komolyan mondom, hogy
Tényleg majdnem, még jó, hogy mondom, stabil ez a szék. Hát hagyat vágódok mindjárt. Hát Bibike meg a becsület szava. És lájkolgatják nagy kállóiak. Hát milyen becsület szava van neki? Hát ott van Szabó Józsi bácsi, és majd felolvasom már csak itt a, majd a végére hagyom, hogy akik kitartóbbak, azok hallják. Hát elmondta, hogy ha ezt mondja, akkor van nagy valószínűleg az ellenkezője lesz. Hát még nem jöttetek rá? Hát mindenbe, szinte minden fontos kérdésbe hazudozik. Hát az egész kampányának minden szava hazugság volt. Hát ott vannak évikéig, Radics Laci papnéikék, ott rakják kifele. Hát nem látjátok, felrakták már ott, majd mi is felrakjuk. Elő kell venni a szórólapját. Hát miket hazudozott? Hát azt hazudta, hogy én vagyok a legfontosabb ember a képviselőtestületbe. Azt erőszakkal akar kivinni. Meg mondja, hogy a vállalhatatlan dolgainak a következmény vállalja. A következmény. Hát milyen? Hát mit rám támad? Hát, de még, ti még hisztek neki? Teljesen hülyének néz beteg, és még mindig hisztek neki. Hát a műfház kapcsán mit mondott? Hát a postaparkoló kapcsán mit mondott? Hogy 15 milliónál nem fog egy forinttal se tovább menni. Hát és akkor mi lett belőle? Hát azt mondták, hogy a képviselőtestnek az volt a baja a Jancsi betyárral, hogy túl magas volt az ár. Ugyanannyiért, most 200 ezer forint, 26 milliónál nem tudom, 200 ezer forinttal kevesebbért csinál. Hú, ez a gyermek aztán. Hát miket hazudott a falnedvesedésről? Miket hazudott a falsüllyedésről? Miket hazudott a villamossági terv felújításáról? Miket hazudott a gépészeti terv meg, felújításáról? Hát hihetetlen, hogy miket hazudozott. És még mindig hisznek neki, hogy Tibike becsület szava. Tibike meg a becsület szó. Hát Úristen, hát mint Makó Jeruzsálemtől olyan távol áll, vagy nem is tudom, milyen hasonlókat lehetne mondani. És akkor örvendeznek, hogy hú, köszönjük, hogy Tibike hazudott meg egy bődületeset. Ha jó nagyot hazudik, akkor ez egyeseknek tetszik. Hát legalább mondom, Szabó Józsi bácsi a Bodnár Gyuri oldalán, a Bodnár Gyurinak a bejegyzése kapcsán fűzött kommentájába olvassátok el. Hát semmit. Írja, hogy szeptember 4-én kérte utoljára, hogy mutassák meg neki az irattárnak az iratait. Meg stb. Hát mi, hány hónap telt el? Szeptember, október, november, december, január, itt vagyunk februárban. Fél év. Tibike meg a becsület szó. Hát ez hihetetlen egyébként, hihetetlen. Na mindegy, végülis jó. Akkor ezt akartam még nektek mondani, hogy nézzük már meg. Ezt, hogy került ez ide, ez a rendelet. Tehát a rendelet, módosítás, az 2014/2018-as július 5-i képviselőtestületi ülés rendelete volt ez. Tehát itt van a... Ekkor történt. Senki nem akart benzinkutat. De valahogy becsempészték ott júliusba, látjátok, itt van. Hogy oda a rendelet helyébe belép, nem tudom, hogy lehet-e látni, üzemanyag töltőállomás is. Hogy lép be itt az üzemanyag töltőállomás létesíthető? Akkor rak senkine, Tibike se akar, rágalmazott a szőröstől, egy elnézést már, hogy megint, hogy már valakinek nagyon sért, a szőröstörpe, vagy akkor Károly bácsi se akarta, senki nem akarta, de valahogy sikerült ezt megint úgy megfogalmazni, hogy Károly bácsi érdekei szerint. Mert mi van benne? Hogy ebbe az övezetbe, majd mindjárt meg is mutatom, ebbe a település központi övezetbe üzemanyag töltő állomás létesíthető, amennyiben, ez is hozzá van téve, legalább 100 négyzetméteres alapterületű kereskedelmi egységgel együtt kerül kialakításra. És milyen jó, hogyha valakinek már van egy minimum 100 négyzetméteres alapterületű kereskedelmi egysége, akkor az hozzátehet egy benzinkutat. Ott a Hotó üzletház, ott a Texas kocsma,
van egybe, és oda úgy mellé lehet biggyeszteni, mert feltétel, tehát akárki nem, tehát hogyha egy magánszemély akar egy benzinkutat, ő nem csinálhat, csak ha csinál egy minimum 100 négyzetméteres kereskedelmi egységet is mellé. De véletlenül úgy van megcsinálva, hogy ezt úgy van megcsinálva, hogy ezt, akinek már van, az mellé biggyezthető, és a kettő nagyon szépen fog. Hát hol van ez a V2-es övezetbe? A V2-es övezetbe, remélem, hogy kinyomtattam azt, mert akartam én ezt kinyomtatni. Igen, itt vagyunk a főtéren, majd még lehet megmutatom majd a gépen is. Ha megnézitek, hát itt vagyunk, itt van a V2-es övezet, tehát itt van Károly Birodalma, itt van, látjátok, mindjárt egy pillanat. Tehát ez a felső sarka, látjátok. Hogy is van, tehát itt ez a, ide, ebbe, meg nyilván még lehetne ide a buszpályaudvarra is, ha csinálnak ide is a buszpályaudvar helyére, ha csinálnának, hogy itt erre a környékre is egy 100 négyzetméteres boltot. De ide, ahol van, várjunk egy picit, hogy van? Tehát itt van a piaszcsarnok, tehát látjátok, ez. Ez a piaszcsarnok, itt volt a műfáz, és itt van mellette a hotóüzletház, látjátok, Károly bácsinak, tehát ide a V2-es övezetbe, ide lehet, ha van egy 100 négyzetméteres kereskedelmi egység. És akkor szépen ide van, tudjátok, ide volt tervezve, kinézve, itt a Texas mögötti rész, ez az. Tehát látjátok, így van, senki nem akar, de valahogy erre a hotó üzletházra teljesen ideális módon, látjátok, tehát itt volt a műfáz, itt volt a műfáz, itt van befele az út, ami jön ide a piaszcsarnokhoz, a trafikhoz ide, és ide valahogy, ide pont ide lehet. Ez itt a Bátori út. Tehát itt a... Igen, ez a Bátori út itt. Tehát látjátok, milyen érdekes, ugye? Tibike se akartok, de ti meg se tudjátok. Hát Tibikék szavazták meg 2018 júliusába. És ezzel kapcsolatban, tehát ez volt 2018 július 5-én, akkor nem felejtettétek el, ugye? És akkor megnézzük mindjárt, hogy miket hazudozik. Tehát bekerült ez a rendeletmódosítás, ezt tudjátok ide. Remélem el lehet olvasni. Bekerül véletlenül a rendezési terv, és azért nem lehetett eddig, mert ezt kivették, tehát régen lehetett. Akkor, amikor kitiltották a benzinkutat a főtérről, akkor a helyi építési szabályzatból kivették, és nyilvánvaló, hogy ebből fakadóan nem lehetett, és utána most meg berakták. Hihetetlen, és ez fontos egyébként ez az építési szabályzat, tehát ez a, amit már mondtam, mert az, hogy mikor ezt is módosítgatják, látjátok, tehát ez az a rendelet. Tehát amikor ezt módosítgatják, ez minden titokban van, tehát a Főtér című műsorban ilyeneket kellene közzétenni, hogy most ez zajlik, és erről a tervmódosításról. Ez is úgy volt kitéve, hogy kitették a portafülké, vagy a portással, a hivatal portásával szembe a hirdetőtáblára, és nekünk se szóltak. Mikor mondjuk csinálták a Szőrös Törpe sugárúthoz a rendeletmódosítást. És egyetlen egy lakos nem ment el, mert senki nem tudott róla. Még a képviselők se tudtak róla, hogy van egy ilyen fórum. Ezt Tibike alatt csinálják, nem Juhász Zoltán alatt is így csinálták, csak a nagy változást vizionáló hülye gyerek, és azok, akik
Annyira buták, hogy ezt elhiszik, hogy megtörtént a változás. Ez így történt. Most is volt egy ilyen. Én egyszer kérdeztem a jegyzőasszonyt, és azt mondta, hogy ja, hát igen, volt, csak nem jött senki. Csak mert nem tudott róla senki. Hát nem is érezt bennünket, engem se érezítettek, hogy a városi főépítész, meg nem tudom, meg műszaki osztályról valaki, nem tudom, talán Balogh Lacika, vagy nem tudom ki, vagy lehet akkor még a másik kollégája is, nem tudom, melyik volt ott. Hát ez micsoda dolog? Hát mindent ilyen titokba csinál, és így csempészik be, és ez mondom, ez nagy részt az jegyző bűne. Tehát ez az ő bűne. Tehát a baromság velem kapcsolatos lejáratni, így szánalmas kísérleteknek van hely a Nagykáló Facebookján, a hivatalos szervekbe, de ilyen fontos dolgról nem lehet tudni senkinek. Nem is tudott senki erről, hogy akkor csempészték be. És mondom, Papp Laci, ne felejtsétek el, ezek a régi banda. Sőrés, Tóth Zoli, Bereckiné Pápua Margit, Oroszné Nagy Matild, Horváth Tibike, ezek szavazták meg? Ne felejtsétek, Nyaligátor, kérdezd már meg tőle, hogy minek raktátok bele. 2018-ig nem volt benne a rendezési terv, hogy a főtéren lehet benne. Minek kellett beletenni? Minek kellett beletenni? És miért nem kellett kivenni, amikor én kértem, hogy ezt vegyük ki? Én kértem, hogy az erre vonatkozó részt töröljük belőle. Akkor miért nem kellett kivenni? Itt van egyébként ennek a település rendezési tervek a 7. paragrafusában van. Ez a vegyes terület, település központ, vegyes terület övezete. Ebbe rakták bele, és már amit akartam mondani, ide van a C pont. Tehát a 7. paragrafusának második római 2-es pontjába, és annak a C pont 4-es alpontjába. Nem tudom, hogy remélem, hogy látszik. Tehát itt van a C pont. Hol is van? Itt van a C pont. Itt van a C pont, és itt van a 4-es. Itt van üzemanyag töltő állomás. 100 négyzetméteres kereskedelmi egységgel. Ezt kértem, hogy vegyék ki, hogy annyira ellene van mindenki a miért nem vették ki? Nyaligátor, kérdezd már meg a senkiháziakat, kérdezd már meg a településgyilkosokat, kérdezzétek már meg, hogy miért lett kivéve. És ezzel kapcsolatban nézzük már meg, mit hazudozik Tibike. Tibike kihirdeti, elvtársak, Rákosi Mátyás tájékoztat benneteket. Szóval nem lesz benzinkút, van már kettő. Hát 2018. július 5-én hány benzink? Akkor is volt. Akkor is volt két benzinkút. Akkor miért rakták bele? Miért nem mondták akkor azt, hogy nem lesz benzinkút, van már kettő? Tilda, Oroszné Nagy Matild, Bereckiné Pápua Margit, Szaralak Tóth Laci, Sunyi Róka Tóth Zoli, Fűkaszás Sőrés, aki még most se hozta vissza a fűkaszákat. 195 ezer forint volt egy fűkasza. Ezeket kérdezem, hogy ezeket miért raktátok bele, hogyha nem kell benzinkút? Itt van szó, hogy egyszer s mindenkorra, szóval nem kell egy olyan ember ordas hazugságainak reagálnom. Tehát most már ordas hazugságokra. Hát itt van benne Tibike. Itt van benne, ahogy már mutattam, a 2000 39/2007-es október 5-i önkormányzati rendeletnek a 7. paragrafusának 7. paragrafusában szereplő római 2-es fejezet alatt a C pont 4. feltételébe van beletéve.
Csak hogyha valaki nem tudja. Erre Tibike azt mondja, hogy nem lesz benzinkút Nagykáló főterén. Hát itt van benne, hogy lehet, ezért mondom, hogy most jelenleg részsikert értünk el, tehát most el kell érnünk, hogy töröljék a rendeletből. Mert Tibike ne magyarázzon, most is, amikor ő beszél fake newsról, meg hamis hírről, az a hamis hír, amit ő mond, mert benne van a rendeletbe, benne van, és ő hazudozik mást, ellenkezőjét. És itt van az, hogy aki ennek szurkolt, sajnos el kell keserítsem. Hát igen, ez most Károlyt kell elkeseríteni, meg akik ennek szurkoltak, meg szerettek volna. De én most is azt mondom, hogy akkor kell megnyugodni, ha törölve van a rendeletből. Addig, amíg nincs törölve, addig senki ne legyen nyugodtan, addig jelenleg csak egy, ott tartunk, hogy Tibike egy ordinári, hatalmas, bődületeset hazudott. Mert Tibike most 180 fokba ellentétes dolgokról tájékoztatta Nagykáló lakosságát, mint ami a hatályos helyi rendeletekben van. Ezért kell elérni, hogy a mostani hazugságához igazítsák a helyi rendeletet. Hiszen a szemétláda képviselők nagyon szépen tudták volna már rég kivenni, de nem akarták, nem lehet tudni, hogy miért. Nézzük már tovább, hogy mit hazudozott itt. Az illető képviselő úr megkérdezte, hogy miért nem nevez meg azt, akire gondolt, hogyha rám gondolt, akkor meg kéne nevezni. Nyilván, mert Trossel a kártérítési felelősségtől. Folyamatosan rágalmazza az ártatlan édesapját, és tartja hazugság, én tartom hazugságok fogságába a lakosokat, és azt mondja, hogy saját érdekünk szerint készült jelenlegi városvezető, mely részeként benzinkút építésére kerülhet sor. Elmondtam, tehát ez nem a hazugság fogsága, láttátok, elmondtam, ez a helyi rendelet, és én ezt mondtam, ezért küzdöttem, ezért harcolok, hogy ebből töröljük ki, és akkor nem lehet benzinkút, de hogyha benne van, akkor bárki megkérheti, nem bárki, aki tud, 100 négyzetméteres kereskedelmi egysége van, vagy épít hozzá, és megkéri az építési engedélyeket, akkor meg fogják neki adni. Tehát azért kell kivenni, hogy ne legyen benne, és ne tudja az engedélyeztetési eljárás se elkezdeni senki. Tehát nagyon-nagyon fontos. Tehát a hazugságok fogsága, ez nem. Ez az aktuális helyi rendelet. Tibike, bukott szamár. Tudod-e ezt nagyon jól egyébként, hogy a 39/2007-es október 5-i önkormányzati rendeletben van benne, amit ti, várost fosztogató és szétrabló hitvány szemétládák 14/2018-as július 5-i rendeletmódosi önkormányzati rendeletbe csempésztétek bele. Ez egy önálló rendelet, ez is ilyen, tudják, mert Kálóban is a saláta rendelet, ezt úgy hívják, ez egy saláta rendelet, ide beírkálták, hogy mit kell, hol módosul, és ennek ide bele van írva, amit mondtam, a 9. paragrafus helyére, a 7. paragrafus 2C pontjába ez került. Az, hogy se nekem, se a családomnak nem állt szándékába benzinkút létesítése. De akkor minek rakták bele? Ez a kérdés. Még el nem felejtem, azért nézzük már meg egy pillanatra még. Még el ne felejtsük. Tehát itt megnéztem, majd most nyilván, hogy Nagykálónak a képviselő testületi határa össze-vissza vannak, most mindegy, de most nézzük itt a közérdekű adatokba, lehet megnézni itt ezeket itt van, hogy testületi jegyzőkönyvek. Ha megnézzük itt Nagykálló önkormányzatának a honlapját, akkor megnézzük, hogy milyen, meddig a jegyzőkönyvek honnan érhetők el. 2018. augusztus 27-től érhetők el. Az előtte lévő jegyzőkönyvek nincsenek meg. Nem elérhetőek. 2018. augusztus 20, ez a 2018. július 5-i kellene, hogy
meg tudjuk nézni. Ilyenkor megnéznénk, és akkor már tudnánk, hogy hányan ágáltak az ellen, hogy ne legyen benzinkút. Meg hányan tiltakoztak 2018. július 5-én a képviselő testület ülésen. De nem elérhető, a jegyzőerő gondoskodik, hogy ez ne legyen elérhető. Nem, nem szabad. Ez a korrupció melegágya. Ezt az egész rendszert, ez az egész bagást el kell takarítani, és egy teljesen nyilvános, átlátható rendszert kell megmosni. Nem, hogy még az előző ciklus sincs fent. Tehát még látjátok, még a 17-es se, 16-os se, nincsenek meg a jegyzők, hogy nem elérhető. Pedig ennek el kéne érhetőnek lenni. Nézzük már meg mondjuk Újfehértót, hogy Újfehértón, hogy hogy van. Rögtön. Itt van Újfehértó város honlapja. Rá kell keresni a jegyzőkönyvek, dokumentumok, azon belül letölthető nyomtatványok, jegyzőkönyvek. Tehát itt vannak a dokumentumok, itt van rajta a dokumentumok, ott van rajta a letölthető. Már én megnyitottam. Nézzük meg szépen. Hoppáré. Nézzük már meg akkor itten. Itt van, látjátok, itt vannak a 2020-as évi jegyzőkönyvek. Innen megyünk. Ott a 19 évi jegyzőkönyv, itt van a 18 évi jegyzőkönyvek, itt rákattintok. 2000, itt van a július. Hol van május-júliusi jegyzőkönyv? Itt van, és tessék, már lehet olvasni. Újfehértón, ugyanebben az időt, 2018 júliusi testületi ülési jegyzőkönyv, itt van, tessék, már lehet is olvasni, 133 oldal, majd mindjárt megmondom, hogy mit tesz ilyen hosszúvá a jegyzőkönyvet, itt van fent, itt vannak fent, tárgysorozat, előterjesztések, ott vannak, hogy jegyzőkönyv, napirend, itt van. És akkor, hogyha megnézzük, még ez is nagyon érdekes, így belenéztem, itt van egy közbeszerzési eljárásnak, itt van az egész ajánlattételi felhívása, minden itt van szépen benne. Egyébként ezek nálunk minden titkos, zárt, sunyi ülésem, amely azt mondják, ez mind nagyon nagy gazdasági érdek. Nagyon nagy gazdasági érdek, csak azt nem értem, hogy akkor Újfehértón ezek miért nem nagy gazdasági érdekek, tehát itt van ajánlatkérő, stb. Eljárási felelős összes ajánlatkérő, mit kérnek, stb. És itt van, nem tudom, vagy 70 oldal, ami az ajánlattételi felhívás, itt van benne a jegyző. Meg lehet nézni, hogy 2018 júliusában mit csinált az Újfehértő képviselőtestület. Itt van, ha megnézzük, de itt vissza lehet menni, nem csak a 18-as van fent, itt van az összes, a 17-es, itt van a 16-os, 15-ös, 14-es, 2013-as, 2012-es, 2011-es, 2010-es, 2009-es, 2008-as, 2007-es, és fenn van még a 2006-os is. Tehát, hogyha valaki meg akarja nézni, most rákattintok már, hogy 2006. július 5-én ott van fent, ott vannak a jegyzőkönyvek. Itt vannak, tessék. Határozatképes itt van, hogy mik voltak, előterjesztés külterületi utakon mit csináltak 2006-ba. Hoztak egy határozatot. Itt van, de a tessék, itt van, hogy nyilvános, nem zárt titkos ülésen, már 2006-ba nyilvános ülésen, most nézd, teljesen védek. Itt van a 110/2006-os határozat, július 5-ei. Itt van, hogy a Újfehértő város 0688 1,2 km hosszúságú mezőgazdasági út szilárd aszfalt burkolattal történő ellátása. Egyszerű közbeszerzési eljárás, na még pont van depóna, mélyépítésű, Címre és társai, KFT, itt van szépen. Nincsen eltitkolva, tehát erről döntöttek. Tehát 2006-os van fent. Nagykálóban meg a 2018-as se tudjátok elérni. Na ez a korrupció melegágya. Ez. Hogy minden sunyiba titokban van, itt van. Nyílt ülésen volt csinálva. Ez is, tehát ennek a
kihirdetése, és ez a különbség. Ez a különbség a két város között. És sokan azt gondolják, hogy e közt nincs összefüggés, hogy ott itt szétlopták, titkolóznak, és ezért szét tudták lopni a várost. Újfehértom meg nyilvános volt, sokkal nyilvánosabb volt minden, és nem lopták úgy szét a várost. Hihetetlen egyébként, hihetetlen. És most is látszik, majd mindjárt visszatérek Tibikére, meg majd a kritikusokra, tehát látjátok, én most ezt mondom, hogy ezt el kell érnünk, minden tegyen fel a vasórubába, és ne a pénzlenyúlásokba asszisztáljon. Tehát egy jegyzőt, azt nem azért tartunk, és nem azért vannak, hogy ezerrel asszisztáljon, hogy hogyan kerüljék ki a jogszabályokat, hogyan sakkozzanak, hogyan csikicsukizzanak, amikor valamit kér egy lakos vagy egy képviselő, hanem igenis tegye átláthatóvá és nyilvánossá a város működését. Ez a feladata. És egyébként akkor itt az a jegyző egyébként ismertem, az igen meg volt egyébként, már akkor is a véleménye nagykállói folyamatokról egyébként, de látszik, hogy ez a jegyzők munkája, hogy ez így elérhető. És a jegyző nyilvánossá tette, és ha tetszett, ha nem tetszett, ez minden polgármester alatt így volt. Újfehérton. És más, és meg kell nézni, hogy mi minden van. Ahogy mondták, hogy a megyébe az első strand volt, hát Újfehérton már lepipálta a strand vonatkozásába. A fecskeházak vonatkozásába is lepipálta, mert tudtak csinálni egy 60 lakásos fecskeházat. A focipályától kezdve mindent megcsináltak rajta. Fedett uszodájuk van, ahova a gyerekek tudnak menni, rendszeresen járnak úszni. Meg ezer millió dolog, meg hány üzletlánc van ott. Itt meg egy sincs. Már Hajdú Dorogon van egyébként, egy kis ötöde akkora, úgymond idézőben, faluba, város egyébként, de Nagykállóban meg nem tudnak. És akkor Tibike most akar, eddig szorították ki, megint ilyen titkos kis helyi építési szabályzatokkal, amikkel megcsinálták azt is, megint a jegyzőnek a nyakik eddig volt benne ezekbe a szemét munkákba, hogy úgy bemódosítgatták, ott Juhász Zoli a Júdás pénzen lekente a most ott ülő csicskákat, mert akkor is csicska képviselők voltak, most is ugyanolyan csicska képviselők, lekente őket, és akkor a jegyző beletett, azt utána már lehetett, megoldották, hogy lehessen Pepco-t építeni a városközpontba. Könnyű szerkezetes panelből. Most csinálnak majd mellé egy másik üvegpanelt, majd egy rendezvényházat. Na mindegy, végül is ezzel kapcsolatban csak ezt akartam, hogy azért ne felejtsétek el, mondom, Újfehértóval összehasonlítani a két város, és nézzük, hogy Döbrögi bácsi, Döbrögi tejfölösszájú, nem tudom már minek nevezzem ezt a gyermeket, hogy miket, hogy Károly azért megtanította hazudni, azt megtanult a gyermek, hogy senkinek, látjátok, senkinek nem érdeke, azt mégis egyhangulag belerakták 18-ba. Szóval szeretném, ha mindenki tisztában lenne azzal a tény, a régi főtere névű benzinkút felszámos, akkori képviselő egyhangú egyetértésével történt meg, de úgy történt meg, hogy a HÉSZ helyi építési szabályzatba beletették, hogy nem lehet. 18-ban meg visszacsempészték, hogy lehet. Ez is nagyon-nagyon fontos. Ugyanis egy belvárosi területen semmi keresnivalója nincs egy ilyen egységnek. Akkor ez a kérdés. Könyörgöm. Nyaligátorok. Könyörgöm, tegyétek már fel a kérdést, hogyha Tibike szerint a belvárosi területen semmi keresnivalója nincs egy ilyen egységnek, akkor miért szavazta meg ezt Tibike is, Sőrés is, Orosznéna, a fideszes majmok, Sőrés is, Tilda is, Tóth Zoli is, Pápua Margit is, Paplaci is, mert szerintem mindenki, megnézném, most pontosan bemutattam volna nektek, mint ahogy az Újfehértóba is bele kattintottunk, és azt hittük, hogy meg tudjuk mutatni, csak látszik, látjátok, hogy nem tudjuk. Tehát ezt mondom, hogy Nagykállóban nem lehet erre választ kapni. Erre nem tudunk választ kapni. Így nehéz ügy.
Így ez nehéz ügy, de mondom, hogy legyenek már itt a két csodás. Nehéz ügy. De hogyha valaki megmondaná, erre nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogyha semmi keresnivalója van, miért kellett 18-ba megszavazni. Nézzük tovább. Testület véleményét, édesapám testület, akit elfogadta és támogat. Az, hogy ne legyen benned, akkor miért kellett visszatenni? És azt mondja, hogy akkoriban is, most is úgy vélem személy szerint, én is, és vele együtt a presbiter úr, Károly bácsi, ott a háttérben mindig kukucskál és rendezi a gyermekét, hogy most is úgy vélik, hogy nincs semmi keresnivalója, akkor miért nem veszik ki? Most is lehetne, majd én most fogom kezdeményezni. Miért nem veszik ki akkor a rendezési szabályzatból? És azt is írja, hogy szeretném, ha ezzel a dologgal mindenki tisztában lenne, és biztos forrásból kapna tájékozatot. Én is azt szeretném, hogy ti biztos forrásból kapjatok tájékoztatást, és a hazugság fogságába ezek a szemétládák, akik tartanak benneteket, vagy én nyugodtan nevezzétek Wittner Marika néninek a kifejezés, ez a két erkölcsi hulla, amivel fogságba tart benneteket, ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy biztos forrásból kaphatnak tájékoztatást. Mindenki tisztában lenne, és biztos forrásból kaphatna tájékoztatást, és azt ír, tisztelettel kér, hogy ne dőljenek be egy szenzációhajház bődületes hazugságainak, és tájékozzanak megbízható forrásból. Na hát ezt mondom, én is ezt mondom, hogy tájékozódjatok. Már ezeket elő tudtam keríteni, tehát a rendeleteket, de a testületi jegyzőkönyveket még most sem. Még menni kellene piros szőnyeget legurítani, és pincsi kutya módjára, pincsi kutya módjára kellene menni nyaliskodni Tibikének, meg a jegyzőnek, hogy adják már ki, és majd 30 nap múlva majd esetleg kiadják. Látjátok, újfejtő egy kattintás. Lehet, hogy 3 kattintás, mert először rámész újfejtő honlapja, utána rámész a felső sorba dokumentumokra, bejönnek a jegyzőkönyvek, és onnan pedig rámész a konkrét jegyzőkönyvek. Újfejtő mondjuk 4 kattintás. Itt pedig egy hónapig kell könyörögni, térden csúszva, hogy megmagyarázza, hogy majd mindent helyén kezelünk, és majd mindent időben mindent kiadunk. Hát, ezeket el kell takarítani. Tehát ezekkel az emberekkel így nem lehet várost vezetni. És felrobban a kazán. Hát nem látjátok, hogy nem bírják lesöpörni a kormányhivatal bejárata előtt, és a polgármester egybe van itt Nagykálóban, a polgármester bejárata előtt a bélák a havat. Egy nap nem elég nekik. És csodálkoztok, hogy így folyik a város, úgymond, nem tudom, nem vezetése ez, hanem nem tudom, tékozlása. Hát nem kell csodálkozni, ezek ezzel függenek össze. És ahogy Torma Laci már ezerszer mondta, hogy Tibike most is, tehát mindenkivel akar beszélgetni, aki nyaligátor, pincsi kutyázik, aki nem kritikai észrevételt nem tesz, de akit érdekel, mondjuk engem érdekel a rendezvényháznak a tervezési folyamata, akkor rám támad, azt engem erőszakkal akar a hivatalból eltávolítani. Tehát az, akit érdekel, azzal nem akar beszélni. És csodálkozunk, hogy ilyen, úgymond idézőben, fekália a végeredmény. Szétlopják a várost. Hát mindig ezen jár az eszük. Hát nem kell csodálkozni ezen. Hát ez az életük. Hát Károlytól ezt tanulta. Meg ahogy láttátok, hogy Károly fenyegette azt a fiatal embert, ugyanúgy próbál a kis szemétláda is erőszakoskodni. Ez is, ahogy mondtam is egyébként, még beszéltük, tehát ott nem verekedés volt, ott nem volt verekedés, de csak ő lépett ki a jognak a kereteik. Ha én is kiléptem volna, akkor őt a mentő vitte volna el, tehát ott verekedés nem volt, mert olyan gyenge hájzsír, hogy meg vagyok döbbenve. Hát dupla akkora súlyú, mint én, és nem bírt mondjuk kimozdítani a egyensúlyi helyzetemből. Egy dupla akkora súlyú zsírcsomó. Nem bírt kimozdítani.
Tehát nem volt verekedés, mondom, ez tévedés, aki azt gondolja, hogy verekedés volt, mert hogyha, mondom, hogyha ott én is kiléptem volna a jogszabályi keretek közül, akkor mondom, máshogy végződött volna ott az a konfliktus. De én nem léptem ki a jogszabályi keretek közül. Nyilván Károly erre tanítja, de mondom először, hogyha már ennyire akar erőt fitoktatnak, egy kis erőt is kellene csinálni, mondjuk egy fél fekvőtámaszt kéne a gyermeknek megcsinálni. Mert nem bír egy fél fekvőtámaszt se megcsinálni, akkor nem kell az erejét fitoktatni, mert a zsír az nem izom, meg nem erő. Ez most csak mellékesen mondom, hogy ezt tanulták, lopni, csalni, hazudni. Ezt megtanította Károly, ezt mondom, ez nem semmi. De azt gondolom, hogy azért ezt azért be kéne egyébként úgymond fejezni nekik, és úgy, hogy ti elzavarjátok őket. Mert egyébként ezt is már számtanszor mondtam, hogy ahogyan a civil kontroll munkáján léhűtőként fellépett oda arra a posztra, ugyanúgy a civil kontroll munkáján révén fog onnan eltakarodni. Csúfosan eltakarodni, olyan méltatlanul és sunyi módon, ahogy fellépett, minden érdem nélkül, mert érdeme nem volt, csak annyi, hogy hazudott. Gátlástalanul mert hazudni, ez volt idézőjelben az érdeme, de ugyanúgy a civil kontroll munkája alapján és révén fog takarodni. De ez kellettek ti is, hogy Orbán Viktor tanácsa szerint el kell őket kergetni, mert mondom, szétlopják, szétrabolják a várost. Most is 26 millió forintért csinálják a hogy hívják okat, a strandöltöző beruházásokat, nyílászáró cseréket. 26 millióért szemétládák, de már most is, már megkezdték, már megint a sok százezer forintokkal, már a bölcsőde előkészítő munkálatokat. Már a szétlopás már megkezdődött, már a másik projektbe, a város közvagyonának a szétlopása. Ott már megy, meg az ország, mert az ország közvagyonát sem szabad szétlopni. Tehát, hogyha pályázati támogatásból lopják ki a pénzt érdemtelenül, az is ugyanolyan szétlopása. Tehát azért mondom, hogy várjatok ti még, várjátok, majd meglátjátok, mondom, a gatyát, nem a gatyát, a bőrt, a húst is lerágják nagykáló, a csontját is szétrágják ezek, mert már csak ez marad a szétlopás mellett, amit csináltak. És mit is hazudik még itt, hogy ja, igaz, hogy a lakosság képviseletére kapott felhatalmat. Nem a lakos volt egy programja, és a programjának a megvalósítására kapott felhatalmazást. Hogy nyilvános lesz a város, átlátható lesz a működése, nyilvánossá teszi a dolgokat, nem bezárkóznak a hivatalból, nem akarják erre kapott felhatalmazást. Nem, hogy ő kapott, mint hogyha már mellékes lenne, hogy ő mire kapott felhatalmazást. Nem, megvolt, hogy mire kapott felhatalmazást. Hogy felújítja a művelődési központot, hogy még ráhúz egy szintet. Megvoltak az ígéretei a kis szemétládának, hogy a családi haveri köröknek a mutyizását megszünteti. Ilyeneket hazudodott. Arra kapott felhatalmazást. De mivel nem azt csinálja a kis szemétláda, na ezért kell neki takarodni. Ezért kell takarodni, és ezért van benne az önkormányzati törvénybe az a lehetőség, hogy fel kell oszlatni a képviselőtestületet. És ahogy már ezerszer mondtam, hogy a fideszeseknek egyetlen egy lehetőségük van. Egyetlen egy lehetőségük van a saját bűneik rehabilitálására, saját maguk és a bűneik, hát azt már egyébként nem lehet meg nem történté tenni, de a lakosokkal való, úgymond kibékülésre, hogy ezt a bandát eltakarítják. Ez rajtuk múlik. Az, hogy bekerült a benzinkút a város helyi építési szabálytam, az is rajtuk múlott. Hogy nem vették ki, az is rajtuk múlott. És ez a két majom, ez rájuk fogja kenni. Ez a két szemétláda gát. Kérdezzétek már meg itt a nagykállójakat, akik Károllyal kapcsolatban voltak, amikor már nem kellett, mint egy taknyos zsebkendőt, úgy dobják ki fel azokat az embereket. Ugyanígy fogják, amikor már nem lesz szükség Bereckiné Pápai Margitra, meg Tóth Zolira, úgy, mint egy taknyos zsebkendőt, úgy fogják kidobni Károly.
Meg se fogja ismerni. Ahogyan hordta még az MSZP-seknek a március 8-án a virágot a nőknek, akkor az kellett. Most a fideszeseknek nyalja a segít. Amikor nem kell, akkor ugyanúgy, mint az MSZP-seket, és ugyanúgy fogja kidobni. Ugyanúgy fogja kidobni, és úgy fogja elfelejteni. És rájuk fogják fogni, hogy azért van, mert Bereckiné, Pápai Margit, meg Tóth Zoli, meg a Fükaszás majomsőrés, meg Paplaci, meg Oroszné Nagy Matild megszavazta. Ő csak végrehajtotta. Tidike csak végrehajtotta a lopást. Hát nem ő miatta van, ő csak kilopja a pénzt, egy kicsit visszacsorgat nekik. De az erkölcsi bűnt rá fogják kenni, ez a két majomparádé rá fogja kenni Bereckiné, Pápai Margitra, meg Tóth Zolira. És ahogy Tóth Zoli mondta, az, hogy még nem látja, hogy be vannak már, át vannak verve, mint fekália a palánkon, azt még nem tudja. Szóval majd mondom meg, hogy majd mikor szembe fognak köködni az emberek, akkor már fogja tudni. Hogy lehet valaki ennyire bumbúrnyák, hogy akkor fogja tudni, mikor már szembe köpik? Hát előtte is lehetnek attól ember az ember, hogy használ fejét, gondolkozik. Tóth Zoli is gondolkozhatna. Tehát ezért mondom, hogy Simonnak is mondtam, hogy az nagyon kevés. Az nagyon kevés, hogy hazudoznak, hogy Tibikéjék ott szétloptak 600 milliót a vásártéren, a vállalkozói inkubátorházba. Ez a nagykállójakat külsebben már nem nagyon hagyja meg. Ez nem nagyon hagyja meg a nagykállójakat már. Ez nem. Egy dolog lenne, hogyha ettől az átoktól, attól az átoktól, ami ez a Károly szellemiség, ez a Károly vírus, hogy mindent úgy kell csinálni, hogy lehet belőle kilopni a maximumot. Ha kell, felvisszük 26 millióra az óvoda, vagy a strandöltöző beruházást. Ha kell, legyen 26 millió. Ha kell 600 millióhoz, majdnem 1 millió forintos négyzetméter áron van csinálva a könnyű szerkezetes panel, csarnok, de még hozzáteszünk még 30 milliót. Ha kell parkolóhoz 15 milliót, még 13 millió, még hozzáteszünk 13 milliót. 23 milliót, még hozzáteszünk még 3 milliót. Kell vinilpadlózásra, hagyd menjen 5 millió, hagyd menjenek így, hagyd menjenek, repkedjenek, 5 millió, 13 millió, 30 millió, hagyd menjenek, hagyd repüljön kifele. Az, hogy sokkal kevesebből fel lehetett volna újítani, nem probléma, letúrni az egészet, csinálni egy kis mini, úgy vagy, hogy modern, persze, mondom, nyáron szauna lesz, télen jégbarlang. Nagyon jó, megcsinálják. Őket érdekli, mert hogy be lesz zárva? Hát igénytelenek. Hát Károly meg a kultúra. Hát kit érdekli Károlyt, hogy a nagykállójak tudnak-e szórakozni, vagy nem tudnak szórakozni? Hát hol érdekli ezeket? Hát érdekelte valaha is? A saját zsebüknek a tömése. Minden értékes közvagyonnak és vagyonnak a megszerzése. Mert nem minden eredetileg közvagyon volt, csak viszont az a baj, hogy nem szerezte meg az önkormányzat. Megvehette volna az önkormányzat a dohánybeváltót is, de nem vette meg. Mert valami miatt, valamilyen érdek miatt ez így lett. Megvehette volna a tüdőgondozót is, de nem vette meg. De érdekes, Károly mindent megvett. Megvette a vágóhidat is. Meg amit lehet minden megvenni. Meg a tüzépet is, meg a tüzépje mellé csinálni az aszfaltot, az önkormányzat. Megoldja, hogy az önkormányzat csinálja neki aszfaltot, aszfaltutat. Utána meg gondolta, amikor leamortizálják az 5 év alatt, utána meg majd megveszi azt is. És így terjeszkedik Károly. Viszi majd az utolsó pillanatban is, majd kéri, hogy Tibike, tömjél még egy pár 20 000-es a zsebembe, hogy kezembe, hogy szorítsam majd ott a halottas ágyán is. Majd lehet, hogy még kéri, hogy még tegyetek bele. Még tegyetek bele még a zsebembe egy kis pénzt. Egy kis zsozsót. Hihetetlen egyébként. Na mindegy, végülis ennyit akartam mára mondani. Remélem most nem voltam olyan nagyon hosszú. Ja, még egyet akartam itt nektek. A Szabó Józsi bácsi nagyon jól megfogalmazta itt a Tibikével kapcsolatban. Tehát ezt mondom, hogy
mikor Tibike a becsület szavára hivatkozik, na akkor nagyon-nagyon vigyázzatok ti arra. Nagyon-nagyon vigyázzatok, mert most is, hogyha akarná, meg lehetne akadályozni, csak azt nem teszik. Tehát a rendelet módosítással nem törődnek, hát most teljes egyeduralomban van, tehát ha akarná, most is rögtön lehetne a rendeletet módosítani. Egyeduralomban. Polgármester képviselőtestület helyett dönthet. Kivehetné, de nem akarja kivenni. Csak hazudozik nektek. Hazudozik, mint hogyha mi akarnánk titeket, meg mi tartanánk titeket a hazugság hálójába. Még hazugság fogságába. Hú-hú. Meg azt mondja, biztos forrás. Tibike a biztos forrás. Meg megbízható forrás. Tibike a megbízható forrás. 180 fokba ellentéteset pofázott itt bátran a Facebookon, mint amit a rendelet tartalmaz. De nem számít. Hát Károly megtanította, lakosságot hülyének nézik, és tényleg nagyon kevesen ellenőrzik le. Egyébként mikor ilyen értelmiség, hogy az én stílusommal van baj. Ezzel nincs baj. Farizeus értelmiségiek, akik cserbe hagyjátok a városlakókat. Azzal nincsen baj. Ezzel, hogy megint ekkor áthazudodott ez a kis taknyos szemét láda. Meg ott háttérben az a másik gonosz törpe. Az a szőrös törpe, hogy megint miket hazudozik a lakosságnak. Fake news. Hát ez a fake news, amit ő hazudozik. Ez a hamis hír, meg a hamisított hír, amit hazudozik. Ez a... Nem érdekli őket, nem? A nagy erkölcsös embereket, Viktóriát nem érdekli? Nem érdekli ez hogy ez a két szemét láda, vagy akár a Keresztényit is. KDNP, keresztény demokraták. Tónit nem zavarja, hogy ez a két majom megint mit hazudik, és leül, és legalizálja, leül velük szembe. Titokba sunyiba, hogy megint ne tudjon meg senki. Hát Tóninak kéne kiírni, hogy ekkor lesz a megbeszélés, gyertek kállóiak. Ha nem enged engem, akkor Tóninak kéne bekapcsolni, ha keresztény. Hát ő neki kéne bekapcsolni a telefont, akkor közvetítem én majd, hogy mit beszél ez a mérnök. Hát az kellene. Hát az kellene akkor most, hogy mi volt, akkor közvetítse ő. De leül ezek a hazugok közé, és ők, mondom, KDNP, meg Visán Viktor és nagy keresztény. Ez, hogy ekkorát hazudnak az őket, nem csak az, hogy én nekem a stílusom, mikor én, a bicska kinyílik a zsebembe, és akkor keményebben megmondom. Már mondtam is ezt Viktoriának is, hogy ez a profétai attitűd, nagyon fontos. A mai korban ez egy óriási probléma, hogy a profétai attitűd, az ki van írtva. Nem kell kiírtani, én tudatosan ápolom egyébként, ez a férfinak a hivatása, teológia. Keresztény, főleg az ortodox teológia, mert a görög katolikusok vagyunk, Alexander Schmemannnak el kell olvasni a teológiai fejtegetéseit. Papi, király és profétai hivatás. Minden férfinak. Ez. És a profétai az az, hogy állandóan keresztelő Szent János, meg Savona róla, semmiből nem áll ki, csak állandóan szitta a lakosságot, mert letértek az Isten útjáról. És mernek hazudozni. És keresztelő Szent János neki ment Heródesnek. És az akkori királynak. És nem érdekelte. És nem érdekelte. És ezzel baj van. De ez a két majom, ez a gonosz törpe, meg ez a tejfölös szájú, brutális hazudozó, hogy miket hazudik, az nem zavarja őket. Nem zavarja. Pedig kellene, hogy zavarja őket. Én azt gondolom, hogy kellene. Akkor nézzük meg nagyon őszinte sorait. Egyébként még majd belenézünk a Bodnár György elemzésébe is, meg a Szabó Józsi bácsinak. Nagyon jó, nagyon tetszett. Egyébként nagyon őszintén leírta. Azt mondja, addig, amíg írja, hogy Tibike, hogy én polgármester leszek, addig senki nem fog benzinkutat építeni a belvárosban. Ez egyáltalán, azt mondja, nem bizonyítja, hogy nem lesz. Ezt mondja Józsi bácsi. Lehet, hogy már megvan az a barát is, aki megkapja majd az engedélyt. És akkor most a lényeg, ha megnézzük a választási ígéreteket, akkor érdemes mindennek az ellenkezőjét gondolni.
Tibike választás ígéretét megnézzük, akkor pontosan az ellen, amit mondanak, az ellenkezőjére kell gondolni. Mert eddigi tevékenysége ezt igazolja. Ez csak Szabó Józsi bácsi látja. Ti nem látjátok ezt, hogy ez az lájkoljátok, tetszik, hogy Tibike hazudik. Ez nem sok ember, ami az is megdöbbentő egyébként, hogy százas nagyságrendű, egy tízezres városba, harmadgyenge teljesítmény, egy hivatalban lévő polgármestertől, harmadgyenge egyébként, de hogy még ezt tetszik, hogy mikor Tibike hazudozik egy hatalmasat, Józsi bácsi mondja el nektek, hát figyeljetek oda rá. És még őt fikázza egyébként, még Plajner Mityu. Hát miért fikázza ezt az őszinte idős embert? Azért, mert a közérdek érdekében, vagy érvényesítése érdekében felszólal néha, akkor bele kell támadni, bele kell rugni. Hát ez szána, ilyeneket. Ugyanaz a stílus Tibikébe, ahogy nekem jött, de mondom, én nem léptem ki, mert ha én kilépek, akkor mondom, ő akkor mondom, máshogy végződik az összetűzés, de azt mondom, hogy és akkor nyilván ez a primitív stílus, ez már Plajner Mik is gyakorolja Jóska bácsival. Ha nézzük a választási ígéretet, akkor érdemes mindennek az ellenkezőjére gondolni. Mert eddigi tevékenység ezt igazol. És akkor hozza, ott van, azt mondja, nézzük meg a művelődési központról tett ígéretét. Már csak a gödröt látjuk a helyén. Mert azt ígérte, hogy felújítja, meg még egy szintet ráhúz. Azt mondja, ugye milyen szavatartó? Ha őszinte is szavatartó lenne, akkor válaszolna a lakossági kérdésekre. És már nem is mondom, írja Jóska bácsi, hányszor tettem fel kérdéseket a nevezett barbár módon lerombolt épületről, és a belőle eltűnt bútorokról, kulturális értékekről, relikviákról. Semmilyen választ nem kapnak. Megígérik, hogy kapnak a bontási határozatról, a bontásból szerzett bevételekről. Minden kérdésem süket fülekre talál. Folyamatosan kérdezi Józsi bácsi a Kodály Zoltán domborművet. Hova tűnt el? Ki nyúlta le? Semmi válasz. Azt mondja, a fotót, azt mondja, kérte adjanak fotót, ahol egymás mellé állítva vannak az onnan kimentett dolgok. Azt mondták, hogy megvannak. Mai napig nem mutatják meg. A zongoráról, arról se kap, azt mondja, szeptember 4 ígérték a domborművet és az irattár többi részét megmutatják. Eltelt 6 hónap. Azóta is ígéret. A népi együttes ruhatárának nagy részét, az igazgatóiroda szekrény sorával, a székekről a házasságkötőteremből. Semmi nincs. Minden süket fülekre talál. Tehát én azt gondolom, hogy ebből kellene már azt gondolom elgondolkozni, hogy kell-e még ezt a szerencsétlenkedést itt nézni tétlenül, vagy kellene lépni. Mert én azt gondolom, ez is bicska nyigotogató, amit itt csináltak. És itt egyébként Bodnár Gyuri nagyon szépen egyébként kielemezte itt megint ezeket. Mondom, ezt sajnos nem tudta Gyuri, hogy 18-ban csempészték bele a benzinkút tervét. Még jó lenne egyébként mondjuk ezen a videó alapján is Gyuri nagyon szépen, ilyen intelligensen ezeket szépen így kivesézné, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés, és itt nagyon szépen, hogy ki az az olyan ember, itt jött el a pont, hogy reagálni kell, kinek az érdekei szolgálva, ki hogyan vezeti félre a várost. És erre írja azt, hogy a Gyuri, hogy, azt mondja, hogy egyetlen egy olyan embert sem talált, aki bánatában kísért szemű nagykálló emberről nem hallottam, aki arról palaszkodott volna, hogy nem lesz benzinkút a belvárosba. Én még olyanról se hallottam, amit beleírt a mérnök, kiment és azt mondta, hogy sikátoron kell keresztül menni, és ez a legnagyobb probléma Nagykáló főterén, hogy nincs vizuális és nincs közlekedési kapcsolat a főtér és a buszpályaudvar között. Én még ilyen
kisírt szemű emberrel se találkoztam egyébként Nagykállóba, de valahogy idejött a napkori mérnök, és a napkori csicska mérnök megcsinálta ezt, és le is merte írni, hogy emiatt lesz ott Nagykállóba a főtéren a szőrös törpe sugárút, és ezért kellett lerombolni a művelési központot, mert ő ilyen emberekkel találkozott, aki ezen panaszkodott, hogy legnagyobb probléma a vizuális kapcsolat és a közlekedés kapcsolat hiánya. Tehát, hogy ott nem megy keresztül a busz pályaudvarra a menetrend szerinti járat. Ez volt a legnagyobb problémája. A mérnök, a napkori mérnök feltárásának. És azt írja, még ez nagyon jó, amit Gyuri kiemelt, hogy abban a pillanatban vállom a hiteltelen kijelentésem következményét. És ezzel kapcsolatban is írta, hogy az is jó lett volna, hogyha a február 4-én történt események miatt a polgármester ez nem méltó módon magatartásáig még nem sikerült neki levonni a konzekvenciákat. Tehát abba is kellett volna vállalni a cselekedeteinek a következményeit, de bízunk benne, hogy majd a bíróság segítségével sikerül majd neki vállaltatni a következményeket. Hát végülis ennyit szerettem volna nektek most itt mondani, hogy ebbe is láthatjátok, hogy folyamatosan lopják szét a várost, brutálisan hazudoznak, itt látszott a benzinkút kapcsán is, és én azt gondolom, hogy a kazán is felrobbant, ott is egyébként még ez is nagyon fontos, hogy az a kazán, hogyha az a robbanás, mert szétrobbant a maga a kazán, plusz szétrobbant a kazánház. Tehát, hogy ott valami tűz, vagy valami keletkezett volna, és ott a gázrendszer, meg ott a gázkazán, abból olyan, de olyan brutális, úgymond katasztrófa esemény is lehetett volna, a szomszéd házak is felrobbanhattak volna egyébként, és tűzzel együtt, tehát nagyon sok minden személyi, vagyoni kár keletkezhetett volna. Én arra kérlek beletek, hogy ezeket jobb lenne, hogyha megelőznénk. Tehát, hogy ez a barbár, primitív, bélákból álló banda, ennek ezek a gyümölcsei. Tehát ezek ennyit tudnak, hogy szétlopni a várost, hazudozni, és azt gondolom, hogy ennek katasztrofális következményei lesznek, ameddig még tűritek őket. Már minden percért kár, hogy még ezek itt tudnak rombolni, pusztítani. De én azt gondolom, hogy ahogyan egyre többen már látják ezt, hogy ez tarthatatlan és katasztrofális, minél több embert próbáljátok meggyőzni erről, hogy amikor vége lesz itt ennek a vírus úgymond veszélynek, amikor enyhülni fog, és gyakorlatilag megint visszakapja a képviselőtestület a saját döntési jogkörét, akkor az első közt legyen, hogy ez a bagázs, ez fejezze be. Ugyanúgy fejezze be, ahogy Károly itt, ez a hátsó szőrös törpe, ahogy leszerveztette, nagy álljobboldnak állítja be magát, meg egy elvhű embernek, ott akkor a MSZP-s és mindenkit, akit lehetett, megpróbáltott ebbe beszervezni. Tehát azt mondom, ugyanúgy ti az igazság jegyébe, mert ő akkor a korrupció jegyébe, mert a nagyon nem bírt szabadulni a gondolattól, hogy van nem tudom hány milliárd, ott a 1 milliárd, vagy 800 millió, vagy 1 milliárd, 200 millió forint ott a kasszába, és ezt nem bírta, hogy ezt ne ők rendezzék el, ezért a bábút oda kellett Juhász Zoltán bábút, itt a másik bábúja, oda kellett tenni, tehát most ugyanígy, ahogy ő a második évbe, a Terdik korszak második évébe, ahogy ő leszervezte, ugyanúgy ti, veletek, ti szervezzétek le, a ti akaratotokból legyen leszervezve, hogy legyen vége, és kapjonok egy esélyt még a fideszes csicskák is, hogy esetleg megmentsék az írhájukat a lakosság előtt, és a jövőnek megmentsék Nagykállót. Hogy ettől a vírustól, ettől az átoktól megszabadítsák. És nagyon sokszor mondtam már, hogy amikor halálos betegség pusztít egy emberbe, jelen esetben a
városba, meg egy hasa kórházi hasad, ott van körülötte a képviselő testület, akkor nem a kórháznak a csempéjét, meg a külső felületét, meg a függönyeit, meg nem a betegnek a frizuráját kell megigazítani, hanem a betegségből kell megmenteni. És most ettől a betegségtől a képviselő testület feloszlatásával lehet megmenteni a várost. És ezért üzeneme a fideszes csicska képviselőknek is, hogy nekik ez az egy lehetőségük. Mert utána már most is egyre súlyosabb a megítélésük, egyre negatívabb a közvéleményben az ő szerepük, mert ők szolgálták ki, tehát ezt a lopásrablást, ami most 26 millió forint a strandöltöző felújítás, meg ahogy most lopják szét már a Bölcsőde projektbe a Nagykálló közvagyonát, a társadalmi integrációs 88 millió most pitykézték el, most a 100 milliót pitykézik el, most pitykézték el a 600 millió forintot. Én azt gondolom, hogy ezeket minden, ezek a bűnök, ez a két majom a fideszes majmokra fogja rákenni. Ő rájuk fogja ráhárítani. És mondom, hogyha van eszük, kicsi, saját maguk és a városuk érdekébe tehetnek egy nagyon nagy tettet, egy nagyon nagy lehetőséget, és mondtam azt, hogy ki indul polgármester, azt majd meg kell beszélni. Nem akarok mindenáron, hogy ettől rettegnek. De nyilvánvaló, hogy a város jövőjét garantálni kell. És addig nem fogunk nyugodni, míg a tolvajkorszak véget nem ér, és nem egy új tolvajt, nem egy új kettős mércéjű szélhámost kell oda tenni, nem egy nyálaskodó majmot, hanem azt gondolom, hogy a várost átláthatóvá, nyilvánossá kell tenni, a közpénzeket megfelelően kell, úgymond, megfelelő előkészítési eljárásokba, a civileket bevonva, a közvéleményt bevonva kell felhasználni a közpénzeket. És ez az egy fogja csak garantálni azt, hogy a város jövője meg van teremtve. Addig, amíg ez a titkolózás, ez a becstelen, korrupciós melegágyot szolgáltató SMS és helyi működési rend van, addig itt nem lesz megoldás. De mindenképpen azt gondolom, hogy Érpadakon is elmondtam, hogy mindenképpen jelen esetben ez a legsürgősebb, legégető probléma, hogy fel kell oszlatni a képviselőtestületet, és új választást kell kiírni, ugyanúgy, ahogy a tolvajkorszak elején, a terdik korszak második évébe, ahogy a szőrös majom leszervezte, ugyanúgy kell most leszervezni, és egy új választást kell megcsinálni, és ezáltal lehet ettől az átoktól, ami itt, amit ezek itt képviselnek, és ez mindig egyébként egy nagyon régi átok már egyébként, mert kiderült, hogy amikor elveszítette a rangját a város, akkor is az volt, hogy a magánérdek próbált a közérdeken felülkerekedni, mert a Kállai család akkor pereskedett, el akarta venni a földeket, nem tudott a város így földet biztosítani a vasútnak, nem tudott biztosítani pénzt, mert a magánérdeket képviselő majmokkal kellett neki a város vezetésének akkor is hadakozni, és nyilván ezáltal a város jövőjét jelentős mértékben tönkretették, mert így lett Nagykálló helyett a megye központ Nyíregyháza. Akkor is az volt, és most is ezt mondom, hogy ezt az átkot kell egyébként levenni Nagykállóról, hogyha meg akarjuk szabadítani ezt a várost ettől a lepusztítástól, amit itt ezeknek a magánérdekeiknek az érvényesítése során elszenved. Én azt gondolom, hogy ezt be kell, hogy lássátok, meg kell, hogy győzzétek egymást, és így egy nagyon szép korszakot lehet lesz kezdeni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Isten áldását kérem rátok, és a hátralévő időszakban még jó hétvégét kívánok, minden jót kívánok. Ne felejtjétek, hogy Isten az igaz ügyeket nem hagyja el, és ezekhez kell állni, az igaz ügyekhez és az igaz ügyek mentén Isten kegyelme és áldása fogja kísérni az életeteket, és így lesz
üdvösség szempontjából termékeny az életetek. Lehet, hogy e világi szempontból, anyagi harácsolási szempontból nem mindig a dézsmálás és a jogtalan gazdagodás útján fogtok járni, de Isten meg fogja adni minden olyan szükségleteteket, amihez igazán, ami kell a feladataitok teljesítéséhez. Minden jót kívánok, Isten áldását kérem rátok.